Ott van a kapunál. Most beszélget Jánossal. Ott van a kapunál. Beszélget Szia Jánossal. Mi? Beszélget Szia Jánossal. Milyen meleg van kint, és milyen meleg. Kint olyan nagy a meleg, itt bent olyan nagy a hideg, ahogy bejövök, hogy ja. Nem lehet valahogy kimelegíteni, én nem tudom. Ha elveszve. Most nem voltam elveszve, mert én nem is tudom a múlt héten mit csináltam. Takarítottam a nagy szobába, akkor a kisebb szobába, konyhába, mind ahol foglalkoztam. És akkor most hétfőn reggel jártam, voltam gyászmisén, és akkor a tegnap ott virélt a mise, akkor azt intéztem, és akkor mondom, most elindulok máma, mert holnap kemények születésnapozni, Baravás Derkának 70 éves születésnap, és mindegyiknek meg van tartó, úgy, hogy kerül a sorba, és akkor mondom, nézem meg, hogy milyen virág van, hol, mert hát annyi pénzem van, csak épp, hogy a virágra elég, mert 50 lejjel van téve, azt kell fotolni. Nos, aztán itt ott voltam a virágosoknál óta, de azt mondta a Fejönyik, hogy hónap kapnak. Hát van, na de nem ajánlotta, és azt mondta, hónap 12 körül jön az áru. Na de mi egy órakor kell találkozunk. És azt mondtam, ha nem jön addig meg az áru, akkor valahol veszek, cigányoknál vagy valahol, mert mondtam a fejnéknek, számolja ki, hogy jaj, mennyibe kerülne. Azt mondja, egy szál gerber, az a nagy nyílás, 4 lej. Akkor 2 szál szegfű, hogy 3 szál virág legyen, az 3 lej, az 7 lej, egy kicsi zöld valami, és még a cellofán, de bécsomagolja, körülbelül 10 lejből azt mondta, kiállom. Na nekem van 12 lej, nem van nincs, akkor mondom, hát a kiállom. Na, úgyhogy. Aztán már egyszer szombaton beteszik a nyomdít, hogy tudjam kivel. Na, mit mondjak? Le vagyok szegényedve egészen. Na. Hozták a fát? Hozták a fát? Fát hozták? Nem. Anos, ez fűzsra le, megeheted így kenyér nélkül is. Mert hát van benne kenyér. Ezt csináltam, spityókás. Na, mindenik számot vettem ki. És ez egy kicsit tekercs. Ha már megyél meg egyet, sónk még egyet, ha nem ütölök egyet. Na, akkor mondom, egyúttal jövök, mert direkt máma mostam, és akkor kellett mosogassak.
Na, mert hát felhívtam Kityujékot, Gizit, és Armellát a leányokat. Na, mi se utál, szóval ott volt a 10 óráig. Na, megkínáltam őket, és beszélgettünk. Na, úgyhogy csak akkor most akkor persze mára maradt. Na, mondta, hogy milyen szép idő lesz, mondom, akkor egyszer mosom meg. Tegnap előtt húztam tisztálni, mit csinál, mondom, akkor egyszer mosom, hogy ne tegyem el. Na, és akkor megcsináltam most, akkor közben megnéztem a filmet, mert 12-kor kezdődik, és akkor ma ötöztem közben, mondom, most már eltároztam, jövök. Na, úgyhogy, na, ha nézem, hogy ez miféle virág. Bazsarózs. Nagyra kinyírva. Olyan keveset tartnak, hogy na, nagyon keveset. Na jó van akkor, másképp. Minden jó. Minden a régi. Hát ez az. Irusra is szoktunk telefonon beszélgetni, és na Irus, mit csinálsz, hogy van? Ahogy voltam az. Mondj valami újságot, hát nincs, amit mondjak, ha nem járok sehol, azt hiszem, milyen újságot mondjak. Mert lejön az emeletős keresztül, jön az úton, és ott mondja, élelmiszerüzlet. Ott megveszi, amit kér, és azt mondja, ha nem muszáj, nem menjen el hazudra. Na, és úgyhogy, na mondom, Jézus, nálam is szintén zenész, semmi újdonság nincs. Na, nem mondom, elmenjek. Gyászmisékre, templomban mondom, téged az nem érdekel, hogy kiét ott, mert úgyse tudod, hogy ki az. Hát mit mondjak? Na, és úgyhogy aztán ez van. Na. Jaj, Isten. Látom, ki van még a gyógyszered? Most vettétek ki, János, a gyógyszert. Hm? Kérdeztem, most vettétek ki ezeket? Nekem reggel van szerve, amit lesz, de egész nap így vagyok. Reggel ébredünk, s este sötétedünk. Így van. Hát nem szóval az napos lakti, mert jött. Azt a törökőzők közel, meg ahol álltam, ahol 10 akkor jöttek, kérdezett a gyöncsikes tengét, hogy nem hallottam. Hát nem is lehet hallani, János. Közben van a konyha, az előszobajuk, az ajtót bécsukor tartsák. Mondd még, hogy jaj. Nincs is olyan hangod neked, hogy úgy ordíts, hogy na, de nem hallja meg, na hát. Mit csinál? Hogyha itt esetleg az előszobában, de még az sem biztos, hogy meghallja. Csukott ajtókkal nem menjünk ki az embernek a hangja. Na. Hát, láttam, hogy a taxi itt van, gondoltam biztos evédelmi jött haza vagy. Na. Hát, Istenem. A felbelézőn úgy innyál. Hát nem, mire feladjanak ennek is? Hát mire feladjanak? Hát nincs az újság is. Hát július 1-től, annos. Jaj, de nem adnak. Hiába írja az újság, mert bémondták egyik éjjel valamelyik adót hallgattak, hogy mivel megszavazták azt a sok speciál nyugdíjt a primároknak, a konciliereknek, a parlamenteseknek, a szenátusnak, az megette a nyugdíj emelésre a pénzt. Esetleg január 1-től adnak 1 vagy 2%-ot. Hát az miféle az? 1 vagy 2%. Na, még egy kenyérre való sevet. De csak január 1-től. És akkor most mondta, hogy július 1-től olcsulnak a gyógyszerek megint.
nem mondta, hogy melyikek, de azt mondta, hogy olcsónak a gyógyszerek. Na, aztán nem tudom. Hát most júniusban kell menjek 23-án, és akkor kiveszem, és akkor... Na. Hát most nem drága nekem a gyógyszer, mert mikor volt az ócsulás, akkor jót ócsult, tudod, vagy kettő belőle. És akkor így van 55 lej egy hónapra, hát az nem olyan sok. Jó, még kell vegyem 10 lejét külön az Aspentert, az 65 lej. Most már nem tudom, mert mennyi most az Aspenter, mert mikor voltam, hát mindig ott a Publitosnál vettem ki, és hát be volt zárva. Nem tudtam elkezdeni, nem írnak, semmi nincs kírva, és mi van bézárva. Aztán mondom Jukának, hogy neki meg volt a telefonszám, jött a Magyar Orvosi Leánnak, amely gyógyszerésznő, és akkor kérdezte tőle, hogy még nyitnak, vagy nem. És azt mondja, hát a munkával kapcsolatosan ne kérdezzél semmit, Jutka, mert én férhez mentem, Vásárhely vagyok most jelen pillanatban, azt mondja, aztán mit csinálnak, nem tudom. Nos, akkor aztán hallottam, hogy bezárták azt, mert nem lehet olyan sok ilyen állami gyógyszertár, vagy mi nem értette, és akkor katernát csak gyógyszertár, de katernát fognak nyitani valahol a főtérre. Nos, aztán akkor elmentem a Novába, hát ki kellett vegyem a gyógyszert, mert volt, amiből már fogytam volt, és 80 banival volt drágább itt a Novába, mint túl a Publitóba. Hát 80 bani az miféle. Na, úgyhogy még egy leese volt. Na, úgyhogy is adtam kárdot, azt mondja nekem a fehér nép, hát egy fiatal csaj volt. Na, ez kárd pentru Nova? Hát mondom, no. Possibil, azt mondja, no, vreau să cred că n-am ezt gondoltam, hát én nem jártam ide hozzátok, honnan legyen kárdot. Na, és akkor megcsinálta a kárdot, azt mondta, az Aspenternél is van pocsulás, nem tudom mennyi, és azt mondja, nem lehet tudni még milyen gyógyszereknél lesz. Jobb, ha van kárdot. Na, mondom, adja, hát aztán. Na, aztán. Többinél nem volt, mert hát azt rendesen inkasszálta, úgyhogy, na, így csináljuk. Muszáj kivenni, mert az ember fél, nem? Ha nem félnénk, hogy ágyba kerülünk, nem szednénk be. Na, úgyhogy. Tosi István. Ez a Duna, most Duna? A Duna ez? Hát nem, jön be, én is tudom, hogy Duna. Jön be is egy szirotulás. Na most ez már nem változik meg. Nekem vannak a némés, meg kell ízlem a mosot, de mondom, igazán nekem egyáltalán, mert itt volt csőd, békapisoltal ízlem a tévics, ezt csináltad akkor. Hallgatok el, fogyom. Hát a mondod is, Sanyi. Te mondod, te hallod. Na. Ugye vannak gyógyszerek. Hogy megjelentem? Én is. Hogy mit szól olyan erős? Nem volt kivilágítva, tudod? Csak fekete volt. Ez ugye ezt a dobra válisz a így.
chance. Se não tiver que perder o avião, não vai perder. Não adianta ficar sofrendo pelo mundo seguinte. Não, eu... Não, eu... Adeus. Essa chita não vai ser bem boro, mas fez ao bem boro. Me conheço aí. Foi a boro, chita, só uma pizza que era chamada a guerra. Ah, o carro foi maior, me chamou, vai ter. Nagyon fenn van, tudod? Meg a távolság. Azért nem tudok elhúzni magam. Voltam temetésen, elekes olgát temették, elekes olgát, Julián Kotessék, azt ott temették. A Sepszisen Györgyön halt meg, már ott lakott, hát a fia oda költöttek, nem tudod, nagy lejárni a feleséget. És akkor vettek ott apartamentet, akkor olgának itt volt apartament, és eladta, és ott vette egy gard. Közel a fiáékhoz, külön lakott. Na, és utána kérdeztem Jutkát, Juliától, hogy milyen baja volt, hogy olyan rohamosan meghalt. Azt mondja, hogy merre. Ugyanabban halt meg Mária is. A kisebbikes. Itt van a székelykonyba is. Mindjárt ő nagyanyád. Akkor pedig mindjárt. Na. Úgyhogy 70 éves, most kellett volna, legyen neki is a 70 éves találkozó. Most június 25-én van. Ez klóna, ez a film. Ez a film még volt. Nem mindig ismételik, amit régen volt, gondolkodtam, de nem tudom, melyik nap van, Siklódi Ferinéjét elsikernéjét játszni sem. Véget tetti Mária a lejárni. A héten, de nem tudom, melyik nap is vasárnap hívette a kap. Csütörtök, melyik is vagy Eu preciso de minha sorte.
most az időznek végül, hogy nem minden, meg minden lesz. Ja, hát nem hagyd ő egész hang nélkül. Hagyjad egy kicsit, hogy menjen. Legyen egy kicsit zajja a házban. Ne. Nem kell hangosan, de meg is legyen. Na, ennyi elég. Na. Bár halljon valamit nagyanyád is. Bár valami beszédet. Na. Jó sok nyúl receptet adnak. Ja, és még a múlt héten még voltam kicsengetésen is. Armellának a fia. Végzett az is. Na. Úgyhogy. És tudom, hogy nem akarok érzni. Mindig kell korát. Eltűnik az egy kép urmán. Jó. Sáv valamelyet kiveszik. Aztán, hát, hallod, de idénnek van egy rakárcékép konyhája. Biztos kiveszi az újságból, ami neki tetszik, és akkor neked nincs. Te újság főzöl az. Az ember megnézi kíváncsiságból, de hallod, de olyan drága mindenféle, hogy vendéglőkben meg tudják csinálni. Mert több porciót csinál, mert mennek vendégek, jönnek minden, és akkor van nekik örökké boruk, konyakjuk, ottans, minden ilyen ízesítő, gyömbés,
mit tudom én miféle, de otthonra egy fél literből nem hat fél literből, csak literes. És ha egyszer főzöl, lehet egy hónap múlva még, és akkor szará menjen, igaz? Úgyhogy az ember nem főz ilyeneket. Na. Én nem mondom, hogy nem jók, jó. Na, de... drága. Úgyhogy... Melyik újságban írt a nyugdíjemelésről? Melyik újságban írt a nyugdíjemelésről? Hát ez most hozta be, Jancsi. És abban van írva? Nem. Abban nem lehet írva, mert nem. Ez friss. Lehet menni. Na jó, mondom, azt mondták, hogy nem lesz csak január 1-től, és az olyan kicsi, de... Na, hát rendesen megfáztak. Sikerült megfázak, itt vett amennyit őket. Nem jön be a meleg. Nem süt be a nap, és akkor nem melegedik ki. Na. Mert én is kinyitom az ablakot. Na, de nálam süt be a nap, tudod? És akkor, ha oda menjek, úgy leülök a székre, hogy jön be a nap, hát rendesen süti a hátamat. És akkor persze, hogy kimelegedik. Most túl a nagyszobába, délután, egész délután süt. Az is olyan jó, kimelegedik, hogy csak. Na, ha nekem sincs tüzem, ha most csináltam, hogy csináltam ezt a díjas tekercset, annyit, hogy megsütöttem, de ma azelőtt legalább egy hónappal nem volt tüzem. Nem mondom, hogy volt, mikor elfért volna, de éjjel olyan melegen volt, hát mondom, akkor nem vagyok bolond, a fát is égessem, és ki is takarozzam, mert melegen, akkor inkább felöltözök, és kész. Azt mondta Illus is, hogy úgy be van rekedve a hideg, mert mind esik az eső, azt mondja, hogy képzeljem el, hogy vastag nadrág van rajta, vastag pulóver, és ugyan téli házi papucs, azt mondja, hogy ne veszkessem, olyan hideg van be. Pedig ő a negyedik emeleten, ott csak meleg kéne, melegebb, mint. És kicsi, mert kicsi, nem nagy az otthonba sem. Na. Másképp melegedik ki. Na, mit csináljuk? Na, ez volt. Úgyhogy. Láttam a Jáéknál, hogy van valami fa lerakva, de aztán olyan egészséges fenyőfa, amik fehérbeli. És azt mondja, hogy ahonnan ő hozta patrontól, hát onnan vették, levették is a bikfát, járt ő hasogatni. Azt mondja, nem tudom hány napot. És azért adta a patron két olyan hosszú fát, mondta, hogy vágjam fel, vigyem el, mert nincs műből, kifizessen, hogy dolgozott reggeltől estig. Na, és azt mondja, hogy
mondta a patron, hogy van neki licsitálva erdője, és nem engedik, hogy bemenjen az erdőbe, le van tiltva. Pedig azt mondja, hogy ő megvette a pénzt. Úgyhogy azt mondja, van egy traktor, ismerem én, azt tudom melyik az. Jó magas szekere van utána, attól vettem én is egyik évben, de akkor olcsó volt a fa. Azt mondja, avar egy big fa, 7 millió lej, 700 lej, de azt mondja, meg van pakolva, mert jó hosszú szekér. És a fenyő az 400 lej. Úgyhogy, aztán. Hát most még várom. Miért érdekel? Tessék? Ezt én már várom. Na, én várok jövő hónapi, júliusi. Mert arról volt szó, hogy Mircsülika jön haza. Kint van az osztrákoknál. 6 hónapra dolgozik. És akkor azt mondta az apja, ne izgassam magamot, mivel hogy én örökkételőt leszem. Biztos, azt mondta, biztos, hogy lesz acpát. Aztán, hogy úgy gondolkodik-e a fiatal is, mint az apja, ezt nem lehet tudni. De nincs is pénzem hamarában, és júliusban. Na, hát most is, hogy voltam ezen a ballagási elvédem, mert nem mentem az iskolába, egész nap esett az eső. 100 lej kellett adjak. Na, hát Istenem, nem fogyok az égő. Én 100 lejt most majdnem egy hónapig eszek. Csak úgy, akkor hónap adjam az 50-et, az van 150 lej. Na, de oda kell adjam, nincs mit csinálni. Na, és akkor na, júliustól remélem már nem lesznek ilyen kiadásaim, és akkor csak jöjjön haza egyszer, lássam meg, hogy. Mert arról volt szó, hogy akar hozni egy nagyobb dubát, amivel tudjon fát hordani. És akkor a tavaly a fenyőfa volt, de hát kisebb volt az a duba, 250 le, és a bikva 350. Egészségedre. Na de ha most ez nagyobb, akkor megkéri az árat. Igen. Na. És fenyőfám nincsen, érted? Nincsen. Na vannak ott valami deckák száradak, de ilyen használ deckák. Abból hasogatok, és mondom, annyit csináltam, ahogy sütöttem, de van buteliáns, azt használom, és aztán nyugdíkor, ha sikerül, még egyet cserélek, és akkor nincs baj, hogy még jó darabok. Na, úgyhogy annyi mindent kell csináljak, nyugdíkor csak éppen juss. Na, csináljuk. Ez volt. Na jól van, most menjek. Mi három óra. Mert kérdeni, hogy mikor ott bekapált. Mert gyermekre menj, még múlt, mert a kicsőszönt a gyermek az apjának, hogy ha mikor hozzák a mamának a fát. Hát nem mondtam, nem mondtam, mondtam meg, hogy majd ha a fogják, akkor megmondja, hogy akkor. Már nem lehet képzel egy De ha így tudod, nem kellett volna megyek kipész. Hogy nem hívás. Nem mondok semmit, mert azt mondom, hogy gyermekre, valamit sem fogok erre. Aztán nem számunk semmit. Van pénz. Így van. Én azt mondom, hogy van pénz. Én vilagok a pénzre, és igazán én vélek a vilagokat. Most könnyen gondolkodnak a mai fiatalok. Nem úgy van, mint mi, ahogy voltunk, hogy minden balit egyszer raktunk, skillódtuk, kocorgattuk. Igen. Mert csináltuk. Na, úgyhogy. Na, mit csinálunk? Így is lehet élni, jó? Édes jó Isten. Annak van ez, aki csinálja, nem? Na. Na, jó van, és akkor hagyd le. Na. Köszönöm, hogy
Okay. I just need to go through the night. How's that? Pretty good.